Képességeire tud, akar és szeretne is segíteni rajtunk. Ezzel kapcsolatos a mostani igehirdetés gondolatok. Alapigénk a Korintusiakhoz írt második levél 4. fejezetének a 7. verse. Tehát Korintusiakhoz írt második levél 4. fejezetének 7. verse. Nagyon rövid ige vers, és mindannyian bizonyosan jól ismerjük, de Korintusiakhoz írt második levél, 4. fejezet, 7. verse. Így hangzik. Ez a mi kincsünk cserébe lényegben van. Ugye milyen rövid kis kifejezés mondat. Ez a mi kincsünk cserébe lényegben van. Először is, hogyha találkoznánk az utcán, bárkivel találkozunk, akár mi is egymás tudott is találkozunk, megkérdezzük egymástól, te hogy vagy? Mi az, ami elsőre jönne belőlünk? Mennyire csodálatosan vagyok, vagy hú, itt fáj, ott fáj, hú, a múltkor is ez történt, na hát most aludtam jól, és mondanánk, ugye csak belőle, nekem vannak ilyen kísértéseim ezekre, vagy gondolom másnak is, ugye? Tehát ami ebben a kis rövid szakaszban, hogy ez a mi kincsünk cserépedényekben van, a cserépedény számunkra az, ami egy kicsit így jobban erősebb. Ugye arra gondolom, hú, milyen törékenyek vagyunk, milyen
itt fáj, ott fáj, milyen betegesek vagyunk, esetleg még idősödünk, nem tudjuk, hogy lesz tovább, ó, az orvosi vizsgálatok. Szóval panaszkodhatnánk. A cserépedény ugye jó kifejezés, az törékeny, ugye? Ezt mondja, hogy cserépedény. Nem egy biztos, ilyen nagyon, egy gránit tömb, talán fogalmazhatnánk. A gránit a legkeményebb kőzet. Nem így mondja, hanem egy törékeny cserépről van szó. Történt, hogy nálatok is, hogy esetleg lejtettetek már valami cserép dolgot? Virággal együtt eltört. Mi lett belőle? Meg lehetett gyógyítani? Hát nem. Ugye, esetleg általában nem. Tehát nagyon könnyen törik. Nagyon kell vigyázni rá. A mi fizikai állapotunkra is nagyon kell vigyáznunk. Tehát megmondom, mi részünk. És ugye a Bibliának vannak ugye nagyon pozitív alakjai. Ugye említhetnénk itt Mózest, Illést, Jeremiást, Pál apostolt, és ugye leginkább Jézust, ugye, aki testi mi voltában volt itt közöttünk, ugyanúgy élt, ugyanúgy, ha kellett, a betegségektől is ugye szenvedett, ő neki is ugye fájt. El tudtak fáradni ők? Hát egyértelmű. Hányszor olvashatjuk is, hogy megfáradtak. Meddig szenvedem még ezt a népet? Akár Mózesnél is, akár Jézusnál is, amikor ugye, hogyha megnézzük, hogy elfárad. Tehát a cserépedény nem csak azt jelenti, hogy olyan fajta törékenységről van szó, hanem akár fáradékonyságról is. Ezek a korintusiakhoz írt levélnek a további, ennek az igének a további folytatása, ugye a 7.-8. vers, fogalmaz, mert nyomorgattatunk, üldöztetünk, ugye ilyeneket kellett Pál apostol idejében is, meg hát egyébként is a hívőknek az élete nagyon sokszor nem a csodálatos, ilyen pozitív erőmenetelről van szó, hanem nagyon sokszor az, hogy visszautasítják, nagyon sokszor kigúnyolják, nem fogadják el, az csak a legkevesebb lenne, hogy azt mondják, hogy hát ne haragudj, nekünk más a véleményünk, nem is szokták kifejezni, ugye? Nagyon nem. És ez nekünk nagyon fájni tud, ugye? Mi az, ami fáj? Az, hogy Isten utasítják el, vagy hogy milyen csúnyán beszéltek velem? Hát ez is ugye különböző lelki állapottól függő. Leginkább azt kell, annak kell elfájni, hogy Isten utasítják el, őket kéne sajnálni. Vannak ezek a személyek, akiket itt említettem, lelkileg ők bírták? Tehát itt a Bibliának a pozitív alakjai. Tehát mondjuk Mózes, Illés, mondjuk Jeremiás, van egy Jeremiás irámai könyv is a Bibliában, ugye? Eléggé. Bírták ők lelkileg? Hát ugye költői a kérdés, mert azért pozitív személyiségek, mert ők túl tudtak lépni ezeken a dolgokon. A 18. versekből a korintusiakhoz írt második levél, 4. fejezetéből így hangzik. Egy tulajdonképpen megoldás, hogy hogyan is tudták ők ezeken túllépni, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tehát mire tekintettek? Nem azért földi nyomorúságos testemre, az én fáradtságomra, betegségemre sorolhatta volna bármelyik gyakorlatilag, hanem az Istennek a dolgokra, Istenre tekintettek. És tekintettek arra a megbízásra, amivel is Isten őket megbízta. Menjetek el, vigyétek el az evangéliumot. Ha kell, buzdítsátok a népet. Ugye ebben a Biblia tanulmányban is mi volt, ha kell, fedj, nincs, buzdíts. Én akkor sem szoktam mondani, mikor a hogy vagy kérdésre, de hát emlékeztek rá, hogyan szokott ő válaszolni? Köszönöm. Köszönöm, az Úrban jól vagyok. Mindig ezt mondta. De nagyon tanulságos volt, és ugye elgondolkodtam, mert ez nem egy megszokott válasz. Az Úrban jól vagyok. Ha az Úrra nézek, akkor jól vagyok. Egyébként lehet, hogy itt fáj, ott fáj. Lehet, hogy elfáradok, lehet, hogy bajaim vannak. De az Úrra nézek, akkor minden elmúlik. Akkor minden szép, és minden jó lesz. Ezt tanulnunk kell őszintén, ugye?
mert nem ez jön alapból. Tehát meg kell tanulnunk nekünk jókat mondani. Meg kell tanulnunk az Istenre, az Isten dolgaira figyelnünk. Meg kell tanulnunk, hogy nem a cserébedényre figyeljünk, hanem ebben az igében mi is van. Ebben a cserébedényben van valami. Mi van benne a cserébedényben? Így kezdődik az alapigénk. Ez a mi kincsünk. Ugye ez egy olyan kifejezés, hogy tehát ez be tudja mutatni. A miénk, ami mi sajátunk már, és kincsnek tekinthetjük. Nem mások tekintik kincsnek, hanem én tekintem ezt kincsnek. Mert nekem egy óriási kincs. Lehet, hogy mások megvetnek emiatt, kigúnyolnak, igazából nem tudják, mit veszítenek, és nem tudják, mit beszélnek. De nekem óriási kincs. És ezen a kincsen, hogy nekünk mit jelent az a kincs, ami bennünk van, arról gondolkodjunk. Ugye az, hogy mennyire meg kell tanulnunk ezt, hogy őszintén ezek jussanak eszünkbe, Filippiakhoz írt levél 4. fejezetének 11. és 13. verse is adnak egy kis útmutatást. Tehát Filippiakhoz írt 4. fejezet 11. és 13. versek így szólnak. Én megtanultam, hogy azokban, amikben vagyok, ugye körülményen között, megelégedett legyek. Ugye ezt tanulnunk kell. Hányan problémáznak, hányan panaszkodnak állandóan. És az életük az tulajdonképpen egy nagy panasz. Ezt mondja ez az ige, hogy meg kell tanulni. 13. vers mit mond? Mindenre van erő, a Krisztusban, és nem fejeződik be, aki engem megerősít. Nem azt jelenti, hogy egy pillanat alatt és így csodálatos, legyőzhetetlen erőssé varázsol, hanem egy megerősít. Tudjátok, a fizikai életben is úgy van, hogy ha valaki erősödik, akkor nem úgy van, hogy rögtön csoda erős lesz pillanat alatt, hanem gyakorolni kell. A testgyakorlások által van az erősödés. Valaki sokszor nem tudom, takarít, hogy éppen zsákokat emel, vagy stb. Egyre erősebb lesz, egyre kitartóbb lesz. A hit életben is hasonlóképpen. Minél többször gyakoroljuk, annál erősebb leszünk. Minél több próba ér minket, annál erősebb lesz a hitünk. És ez Jóisten ezt azt mondja, hogy én meg foglak erősíteni. Csak mi a feltétel? Az Úrra nézzünk, és őtőle várjunk megoldást, ővele beszélgessünk meg mindent. Ha jó dolgunk van, ha rossz dolgunk van, akkor is. Na most, akkor most jön az a rész, amikor gondolkodjunk el, hogy milyen kincsünk van. Most hagynék egy pár másodpercet, tényleg csak párat, hogy gondolkodjunk el közösen. Mink van nekünk? Milyen kincsünk van? Személyesen. Meg akár közösségileg is. Leírtam néhány pontot, és majd végén kiegészíthetitek. Nyugodtan. Most általánosságban itt élünk ebben a világban. Ugye tudjuk, hogy milyen körülmények között, még egész jó körülményeink vannak, de mi lesz azután, akkor még a hírekben így vannak, ugye amikor fel kell hívni a figyelmet, de tényleg mi lesz ezután? Jó idő várható a Bibliának a jövendőlései szerint, emberileg nézve vagy, nagyon nyomorúságos idő jön, amilyen még nem volt, mióta a világ lett. Erre tekintünk, vagy majd arra tekintünk azon túlra, hogy utána viszont Jézus visszajön, mert ezeknek meg kell lenni addig. De addig azért ebben a világban, hogyha megnézzük, nagyon sok ember össze van törve, nagyon sok ember reménytelen. És ez a kedvi előadás sorozat is majd arról szól, akiknek nincsen kapaszkodójuk, akik nem találták meg azt az Istent, azoknak nyújtani valamit, valakit, aki tud rajtuk segíteni. Nekünk is ez a valaki. Ő a kincsünk. Isten. Ő a kincsünk. Azt mondja ez az ige, hogy cserébedényekben van. Hát gondoljunk el, hogy az az Isten. Ki is az az Isten? Ő a világ mindenség ura, nem?
ő az, aki annyira lehajol hozzánk, annyira szeret minket az Atya, hogy az ő egyszülött fiát odaadja. Az az Isten Jézus Krisztus, aki egyenlővé tette magát velünk, ki velünk, kikkel? Emberekkel, a teremtményekkel, hogy meg tudjon minket menteni. Közöttünk lakozott, emberi testben szenvedte minden nyomorúságunkat is, és megtette azt, hogy meghalt helyettünk, értünk, óriásiként. És adatott nékünk az a Szentlélek, aki minden nap velünk van. Minden nap ott van velünk, ha igényeljük. Vagy kívül, vagy belül, hogy ez már a mi döntésünk. Tehát általánoságban nézve, nézzük meg, hogy ebben a világban tényleg az, hogy létezik egy valódi Isten, egy élő Isten, ez óriási kincs. Hogy már meg kell győződni, hogy igen, van valaki, aki egy élő Isten. Személyesen mit jelent ez nekünk? Ez mindig csak lesz egy olyan rész, hogy általánosságban mit jelent, meg a személyesen mit jelent. De hogy mindenki magában válaszoljon, hogy nekem van egy személyes, élő Istenem, akiről tudom, hogy van. Tudom, hogy az én megváltom, én ugye az igében ugye sokszor így olvashatunk ilyen dolgokat. A teljes meggyőződés. Aztán ugye most csak így vázlatpontszerűen felsorolok néhány dolgot, ami így nagyon fontos a kincs tekintetében, ugye, hogy Isten mit nyújt nekünk, milyen lehetőséget ad. Ugye ez a világ nagyon sokak számára egy megérthetetlen. Hát, hogyha mindenki jót akar, akkor mi van egy gonoszság? Ugye a jó és a rossz közötti harc, hogy ezt igazából akár fizikailag, akár lelki értelemben, hát sokan nem tudják feldolgozni, és idegileg, lelkileg tönkre mennek. Van, akik az életüket eldobják, mert azt mondják, hogy nincs értelme. Én nem tudok így élni, mert jót akarok, és meg olyan az is, hogy bennem van egy ilyen harc. Én jót akarok, de a jó cselekedetet, a véghezvitelét nem találom. Az apostol is azt mondja, a jónak véghezvitelét nem találom. Na most, ez a világ állapota, hogy nem ilyen volt ez a mi világunk, és nem ilyen lesz, és ez egy köztes állapot, és ennek az egésznek, hogy a jóból legyen egy talán még jobb, nem? Miért jobb? Bocsánat, közben gondolkodom veletek, az kezdeti állapotokhoz képest, ott volt ugye az Éden kertje, és ott van az új föld, valamiben különbözik. Mégis nagyon sok mindenben hasonló, mert tökéletes és nagyon jó, romolhatatlan, de ott lesz valaki. Velünk együtt lakozik az Isten. És bízunk benne, hogy velünk együtt fog lakozni az Isten. Na most nekem ez a megérthetőség, akár van a belső, fizikai, lelki értelemben is ez a küzdelem, hogy értem folyik ez a küzdelem, akár az ellenség részéről, akár a Jóisten részéről, ezeknek a lendevése, hogy imádkozhatok, hogy megbeszélhetem valakivel, megérthetem. A Bibliában le van írva, megérthetem, van egy kinyilatkoztatás, az egész megváltási terv. Ez óriási kincs. Kérdés az, hogy megbecsüljük-e. Vannak a hétköznapi, ugye itt az imádságokban, amikor így imádkoztatok itt hogy Jóisten tudja megadni mai napra is az áldását, meg tudjon minket áldani, imádkoztatok azért, hogy ezek hogy a hétköznapokban, ne csak itt, ne csak amikor itt vagyunk együtt testvérekkel, hanem a mindennapjainkban, amikor élünk, akkor is keressük az Istent, és válasszuk őt. Ugye mennyire szeretnénk ezt, és mennyire... Nem szeretem ezt a kifejezést, hogy megmondom őszintén, hogy bocsáss meg Istenünk, mikor meg nem téged tudunk választani. Ez szerintem egy jó kifejezés. Én magamban tanítom ezt, hogy ne tudnám. Nem úgy döntök. Nem azt akarom. Az akarat, az dönti el nagyon sokszor a tulajdonképpen, hogy hogyan lesz a további.
Tehát kinyilatkoztatás, megváltási terv, Istennek a megismerhetősége. Olyan is Istenünk van, aki megismerhető. Látta valaki Istent? Mit mondott erről Jézus? Senki nem látta az Atyát, hanem én láttam egyedül, mondta, hogy Jézus. De mégis ismerhetjük az Atyát. Aki látott engem, látta az Atyát is, Jézus folytatta. Miért? Mi az Atyában számunkra a legfontosabb? Mi az Istennek az üzenete számunkra a leginkább? Emlékeztek arra, amikor ott Mózes előtt elvonult Isten. Mi volt, ami ott jött a szélvész, jött a föld indulás, és mi volt, ami leginkább? Szelíd hang. Az a halkész szelíd hang, igaz? Ott volt. Isten ezt szeretné magából leginkább üzenetként mondani, hogy ő igen. Egyébként ő teremtette a világot, ő tartja fenn a világot, ő a hatalmas, a mindent megtenni képes, de ő azt mondja, én nem ezt szeretném mondani, hanem azt szeretném mondani, hogy én szeretlek téged. Ez a legfontosabb üzenet. Ezzel tud minket leginkább megfogni. Ha félni kéne Istentől, félnénk? Hát hogy ne félnénk? Hát hiszen ő hatalmas. Emberileg nézve is, hát hányszor félünk valakiktől, akiknek hatalmunk van. Aki tehetnek jót is, meg rosszat is. Isten nem így akarja magához vonzani az embereket. Úgy akarja magához vonzani a szeretetével. Ha kell, a kegyelmével, a megbocsátásával. Így tud minket megfogni. Így szeretne minket megfogni. A hálának az érzésével. Tehát megismerhetjük Istennek a jellemét, és minél jobban ismerjük Istent, annál jobban el fogunk benne rejtőzni. A gondolataink is azokon fognak gondolkodni. Jézusnak a tettein, Istennek a csodálatos szeretetén, és ezek átalakítanak minket. Tehát csodálatos Istennek a műve, a terve, és csodálatosak azok az időszakok, amikor mi Istennel tölthetünk időt. Tegnap este így hallgattam, hogy voltak ilyen keresztény énekek, és volt egy nagyon szép ének, és annak az volt a lényege, hogy az a címe, hogy tölts időt Jézussal. Az kifejezetten itt a szombatnapnak az időszakáról szólt, tehát azt erősítette meg, hogy Isten adott egy napot nekünk, amikor kiváltságunk és lehetőségünk van, hogy vele töltsük ezt a napot. De kérdés az, hogy ez a kiváltság és lehetőség csak szombatra adatik meg? Éreztük, biztosan azért is vagyunk itt, mert éreztük már, hogy mennyire jó Istennek Istennel tölteni. Olyan testvérekkel tölteni az időt, nem csak az időt, hanem minőségi időt, akik által, Jóisten, hogy érezzük, hogy ott van közöttünk. És lehetőségünk van hétköznapokban, mindennapokban is ezt ugyanúgy megélnünk. Mikor olvassuk a Szentírást, mikor imádkozunk, akár egymás között beszélgetünk, akár fölhívhatjuk egymást telefonon. Tehát lehetőségünk van, sokszor akár meglátogathatjuk egymást, sokszor egy csodálatos ajándékok, de Isten azt szeretné, minél több időt töltsünk el, és annál jobban tud megszólítani minket. Gondolkodjunk el, hogy az a kincs, milyen kincs nekünk. Ugye ennek a megoldásnak ennek a tulajdonképpen az, hogy az emberiség, nem csak az emberiség, én személyesen, és tudjuk, hogy mindannyian bűnt, nem azt, hogy nem ismerünk, hanem bűnt, személyesen ismerünk, hiszen mi követtünk el, akár csak egyet is, de sajnos ennél sokkal többet, és ott állunk Isten előtt, és várjuk az ítéletünket. Ott volt a tanulmányban is az, hogy itt vagyunk, és veszteg állunk. Várjuk, hogy Isten mit fog szólni. Isten megoldást szeretne, és tudjuk ez a megoldást micsoda. Korintusiakhoz írt 2. levél 5. fejezet 19. versen. Így hangzik jól ismert igen. Mivel hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket. Ez az ár, ez Jézusnak az élete volt. Jézus az Isten fia. A mi teremtőnk, ő a mi megváltónk is.
Jézus mit szeretne nekünk üzenni? Isten mit szeretne üzenni? Vannak ezek a eszembe jutott, hogy mi is sokat, Jóisten kegyelméből sokat szoktunk így kirándulni, és sokszor látjuk ezeket a kereszteket különböző helyeken. És ezek a keresztek, ezek emlékeztetnek valamire, valakire. Isten, mi az, amit szeretne nekünk hangsúlyozni? Az ő halálát, vagy az ő életét? Talán furcsa a kérdés. Mindkettőt, ugye? De melyik a, ami hangsúlyosabb? Melyiket, amit szoktam mondani inkább? Hogy jusson eszedbe, hogy én mennyit szenvedtem érted? Ilyen és ilyen kínok között haltam meg. Vagy jusson eszedbe az, hogy én feltámadtam, a te bűneidet elvetettem, nincsenek többé, meg vannak bocsátva, hogy élj. Én azt gondolom, ez utóbbi az üzenet leginkább, de az előzőnek nagyon fontos szerepe van, hogy ennek ára van. Tehát ez olyan figyelmeztető tábla is lehet, hogy vigyázz, mert azokat a bűnöket, vagy te egy újabb bűnt is elkövetsz, Jézus azért már szenvedett, és meghalt, és meg kellett halnia az én vétkeimért, az én bűnömért. De ez az áldozat azért volt, mert Isten szeret. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez ugye számomra nagyon sokszor ez olyan megfogó isteni üzenet, hogy ugye ebben meg tud állítani. Beszéltünk még erről, hogy milyen kiváltságunk van, hogy mi abból az Istenhez szólhatunk bármikor, aki a világ mindenség teremtője, aki bűnnel együtt nem lakozik, aki előtt a bűnös megemésztetik, ha mi úgy igazsággal, oda, igazsággal, ami valóságos létünkkel, oda, valóságos helyzetünkben, állapotunkban oda kéne állunk Isten elé, akkor mi lenne velünk? Ezt szempillantás alatt megemésztetnénk. Miért? Mert sajnos a bűn még tapad hozzánk. Hát hitből odafordulhatunk Istenhez. És miért fordulhatunk Istenhez oda? Mert Jézus azt mondja, hogy tekints az én áldozatomra, és hallgass meg őt. Jézus imádkozik értünk. És ezek az imádságoknak, hogy milyen szerepük van, milyen hatásuk van, hát mindannyian imádkozunk, ugye? Mikor imádkozunk otthonainkban, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál, szólj ahhoz, aki téged titkon néz, és meghallgat. Mit jelent a meghallgatás? A meghallgat, hogy igen, válasz lesz rá. Hogyan lesz válasz arra? Fizikailag? Valamikor fizikailag, nagyon gyorsan. Nagyon jó tapasztalatunk volt, most így sokszor így van ilyen, hogy amikor nagyon szükség van, nagyon gyorsan válaszra. Jó, és nagyon gyorsan meg tud adni választ. Most például készültünk így a Biblia tanulmányra, és hát tudjátok, az embernek elég felelősség teljes az, hogy milyen énekek legyenek ott. Nem csak az, hogy hát bemondjuk a 193-at, az nem. Tehát ez lelkileg nem oda illő magatartás. És imádkoztunk azért, hogy Istenünk, te tudod, hogy mi lenne a helyes. Melyik énekeket tanácsolod? Leültünk 5 percemből az összes oda illő, és akkor, de mennyire csodálatos! Jaj, de hát ennél sokkal jobban nem is tudtam, egyáltalán nem tudtam volna kitalálni. Előtte volt az, hogy mikor más tapasztalataink is voltak, fogalmazunk így, akkor fél óráig ott szenvedtünk, hogy igen, jó, de nem az igazi valahogyan. És egyszerűen Isten meg tudja adni, hogy tessék, kész, itt van. És az ember szinte ott van, hogy honnan te ezt most tényleg megadtad? És jön a visszakérdés, hogy miért nem kérted őszintén? Hát de uram, köszönöm. Hát egy kicsit megszégyenül az ember tőlem, de mondjuk vannak nekünk más tapasztalataink is, amikor az ember rossz lelki állapotban van valami rossz dolog, amit történnek, el van csüggedve, már szinte feladná a küzdelmet, és akkor egyszer csak imádkozik, leteszi a Jóisten kezébe, és onnantól fogva egy teljesen más ember lesz.
Szóval megengeditek elmondanék egy tapasztalatot, még itt közben. Ugye készülünk erre a egészségnapra, készülünk arra, hogy ugye ez a fiataloknak, meg nem csak fiataloknak szóló ilyen lelki illetvezetési előadássorozat ugye lesz, és hát bizony ezeket el kéne vinni. És akkor vannak, akik azt mondják, hogy igen, elvisszük ide, ebbe az intézménybe, abba az intézménybe, stb. És én lettem egy olyan, éreztem, hogy de el kéne vinni azoknak is, ahova úgymond én félek elmenni. És hát én különböző intézményekbe. Hú, és mit szólnak ott az emberek? Hú, lehet, hogy akkor és a legutóbbi ima órán, én ezt ugye telefonon, nem voltam itt, telefonon említettem, hogy hova, én ezt hova készülök elvinni. Én ezt hitben mondanám akkor. És tudom, hogy imádkoztatok értem. És a Jóisten olyan bölcsességet adott, és olyan lelkérült, meg bátorságot, meg olyan szeretetet adott, hogy én elindultam, és minden csodálatos lett. És olyan tapasztalataim voltak, hogy ez mondom, ez nem én vagyok. Ez egy ima meghallgattatott. Hát, szóval olyan csodálatos dolgokat el tudom mondani, a kicsit is, hogy írhatunk még ima tapasztalatokat egyébként. Lehet nekünk olyan noteszeink, ami felírják azt, hogy emlékezetünkben tarthatják, visszanézve utólag is, hogy igen, Isten mennyire meghallgatott engem. De itt a meghallgatásról van szó, és nem az, hogy Isten engedett az én akaratomnak. A meghallgatás azt jelenti, hogy Isten úgy egy hullámosra tud minket ő vele hozni. Fel tud emelni magához. Nem ő jön le hozzánk, hanem minket felemel. Nagyon csodálatos dolog. Legutóbbi igehirdetésben Márti említette pont ezt, hogy a tenyeremen hordoznak, és felemellek téged. És most tényleg azóta voltunk egy kiránduláson, és egy ilyen magas helyre leültünk, és néztük, hogy mennyire csodálatos innen felülről nézve. Isten felülről néz mindent, teljesen másképp lát, és amikor mi a nyomorunkban, esetleg küzdelmünkben, rossz lelkiállapotunkban, aggodalmainkban, odafordulunk Istenhez, azt mondja, de én másképp látom. Beszéljük meg, ugye az imádságról. Az imádság egy csodálatos beszélgetési lehetőség. De kivel imádkozunk, kivel beszélgetünk? A tökéletes bűnt el nem hajlandó, el nem... Tehát, hogy a bűnnel együtt nem lakozik, azzal az Istennel, akinek a megemésztő tűz a bűn számára. És azonnal. Istennek a békessége. Ugye a Filippiekhez írt levél 4. fejezetén 2. verse azt mondja, a békesség az, ami Istennek a békessége lakozhat bennünk. És ez a békessége nem feltétlenül a fizikai békesség, ez a lelki békesség. És akkor ezt el lehet mondani, hogy úrban jól vagyok. Egyébként lehet, hogy máshol nem, feltétlenül minden, de békességem van az Istennel. Hova készülünk mi? Miért vagyunk itt? Mi azért készülünk, oda készülünk, hogy azt az országot örököljük, ami megvetetett, ami megalapítatott az Isten szeretőknek. És azoknak, akik Istent jobban szeretik, mint bármi mást ezen a világon. És akik alkalmasak akarnak lenni, hogy Isten országának a polgárai lehessenek. Szoktunk erre beszélgetni, hogy mennyire vagyunk jelen pillanatban alkalmasak. Ha most Jézus eljönne, vajon oda tudna állítani minket, hogy igen, ő most alkalmas, a másik is mindenki, ő itt a gyülekezetben, legalábbis a legnagyobb része, hogy most alkalmas lesz. Mi az alkalmasságnak a feltétele? Ugye, azt szoktuk hallani, hogy aki bűnt nem cselekszik. Ha megnézzük a mindennapjainkat, akkor elszomorodunk, ha őszintén így belenézünk. Másrészt, ugye a jellemünknek, leginkább a jellemünknek kell olyannak lenni. Mert az, aki oda kerül, nem ez már kísértés, mennyire csodálatos lesz, ugye mennyire várjuk már, de jó, aki nem fog rosszat készíteni, nem jönnek olyan rossz gondolatok, hogy én, ugye ahol minden rossz, hogy a bűn az Isten akaratával szembeni dolog, az olyan önzés, vagy nem lesz önzésre késztető dolgok.
kívülről. De hogyha belülről sem lesz, ha nem egyezünk ki az önzéssel, mi sem visszük oda, nem vihetjük ugyanis, akkor ott abszolút nem lesz ilyen veszély. Tehát a világegyetemnek a békessége az megmaradhat, és nem fogjuk mi sem veszélyeztetni. De ehhez Istennek ki kell öldökölnie ezt az önzésbe kérdezést. Amikor ott van Isten akarata, meg az én akaratom, és úgy vacillálok. Egyszer ezt teszem inkább, a másik alkalom meg azt teszem inkább. Ez akkor még nem az Istennek a jelleme. De csodálatos, amit így Isten mond ebben kapcsolatban, hogy ő ad megoldást. Ezékiel a könyvének 36. fejezetének 27. verse is jól ismert, ige szakasz. Tehát Ezékiel 36-27. És az én lelkemet adom belétek, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Ugye mennyire fontos? Nem csak megtartjuk, ugye, mint a gazdag ifjú, én megtartottam gyermekségemtől fogva, ugye válaszolt Jézusnak, és Jézus meg mondott még hozzá, add el vagyonodat, stb. Tehát amíg, hogy betöltsétek, a betölteni, az a szeretettel betölteni, sokkal többet jelent, mint a parancsolatoknak a fizikai megtartása. Nem lopok, nem csalok, nem hazudok, stb. Én megtartottam, de a betöltés az ugye a nem lopoknál például, mondjuk egy perc jutott eszembe, viszont jókat cselekszem másokkal. Önzetlen vagyok, de aztán másik a 10 parancsolatnak minden részét, minden parancsolatát, ugye, hogy meg lehet nézni, és érdemes is egyébként, hogy lehet betölteni ezeket. Tehát Isten ad arra a lehetőséget. Nagyon jó az, amikor Istennek úgy érezzük, hogy tanácsol. Ugye, amikor Isten megszólít, a legkülönbözőbb helyeken meg tud szólítani. Valamikor igéj által, valamikor jön egy gondolat, valamikor egy olyan is, hogy például legutóbbi alkalom, ugye volt a legutóbbi igehirdetés, az egy-egy részére annyira emlékszem, hogy hű, ez most nekem szólt. Más is biztosan volt vele, hogy olyan nagyon megérintette, mert olyan személyes volt. Hallhatunk ott is ilyen személyes üzeneteket. Én szoktam így reggelenként olvasni így a Szentírást, meg azt a részét, tehát azt a napi reggeli dicséretnek szoktuk nevezni, ez a napi ígér, felettét tiszta a te beszédet, és ugye ott van egy igen, és akkor vannak hozzá ilyen az igével kapcsolatos gondolatok. És éppen a tegnapi az nagyon megszólító volt nekem, ugyanis hát felolvasom, jó? Azt lesz a legjobb. Jakab levelének a második fejezetének a 10. verse. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de véd egy ellen, az egésznek megbontásában bűnös. Itt van hozzá a gondolat, ami úgy egy mondat úgy felhívta a figyelmet, hogy hoppá, ez most nagyon fontos, és neked is szól. Ez neked üzenem. Nem az engedetlenség nagysága hozza létre a bűnt, mert az Isten akaratától való legparányibb eltérés is bűn. Megléte annak a bizonysága, hogy a lélek még mindig közösséget tart a bűnnel. A szív még mindig két úrnak szolgál. Úgy tudjuk ezt elméletben, nem? És amikor gyakorlatban ott vagyunk, a tényleg én két úrnak szolgálok. Szóval, hogy Isten úgy megtöbbent minket. Valamikor így meg kell állítani, ugye az útunkon, amikor azt gondoljuk magunkról, hogy esetleg már nagyon jó úton vagyunk. És azt mondja, igen, lehet, hogy jó, de én még látok egy dolgot, amit szeretnék még onnan kitisztítani. És még az a másik része is, ami fontos volt nekem az üzenet, nagyon szép a folytatása. Ez a Nem várják a gondolatok a hegyi beszédből című könyvéből van. Minden egyes parancsolat az ember boldogságát szolgálja, mind a jelenben, mind az elkövetkező életben. Az Isten törvénye iránti engedelmesség, kerítés gyanánt veszi körül az embert, és megóvja minden bajtól. Aki ezt az Isten által épített kerítést akár csak egyetlen helyen is megrongálja,
az azt a hatalmat semmisíti meg, aki megvédeni őt. Az ellenség behatol az áttört helyen, hogy kárt okozzon és romboljon. És itt van a nagyon komoly, hogy milyen mértéken, milyen következménye volt. Amikor őszüleink vakmerően áthágták Isten akaratának egy pontját, olyan kaput nyitottak meg, amelyen át nyomor és szenvedés zúrult az egész világra. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy ugyan már ez nem is olyan komoly dolog, akkor gondolkodjunk el, hogy az a kerítésen esetleg egy pici nyerést adunk az ellenségnek. Az élet terhei, az aggodalmak, jövőtől való félelem, hogyan tovább, ezt is mindent megbeszélhetjük a Istennel. Ugye Korintusok azért első levél 15. fejezetében olvashatjuk, halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te diadalmad? Mikor őszintén félünk a betegségtől, félünk a haláltól, félünk a szenvedéstől, Isten pedig azt mondja, hogy ettől nem kell félned, mert ez legyőzetett. Mert a halál az egy ellenség, de Isten legyőzte. Mert miért? Meg visszakérdés. Mert Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt. És vele együtt feltámadnak mindazok, akik bíznak, akik hisznek. És ez a másik ige, Korintusok az ügyét, második levél, 14. fejezetének 14. versen így hangzik. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is fel fog támasztani. És a folytatása és maga elé állít veletek együtt. Amikor ezt az igét olvassuk, mi teszünk be, ez az utolsó része. És maga elé állít veletek együtt. Feltámaszt és maga elé állít veletek együtt. Hát csak első, az ítélet jut eszünkbe? Oda fogunk állni Isten elé. Nekem az, hogy azt szokott eszembe jutni, eszembe jutott egy másik dolog is. Azt mondja, maga elé állít veletek együtt. Maga elé fog állítani. Mit jelent az, hogyha valaki magunk elé állítunk? Ha az ítélő Isten elé állunk, akkor várjuk az ítéletünket. Jézus nem így szeretne feltétlenül, annak is meg kell lenni. De Jézus, Isten szeretne maga elé állítani. Íme az én gyermekem. Így szeretne maga elé állítani. Íme, aki halott volt, már él. Bűneiben, rossz természetétől megszabadult. És egy értékes, igazi élő, jellemű lény, akiben örök életre alkalmas jellem lakik, aki az én gyermekem. De így szeretne Isten odaállítani maga elé. Azért gondolkodjunk ezen el, hogy milyen csodálatos dolog az Istennek a szeretete. Gondolkodhatunk a kincseken, Istennek a adományán, ugye beszéltünk még erről, az örök életről, az új földről, az új égről, milyen lesz majd. Érdemes ezeket olvasgatni egyébként a Jelenések könyvének 21. fejezete. Például csak az íme az Isten sátor az emberekkel van. És ugye láthatólag is. És velük lakozik. Nem csak meglátogatja őket, hanem velük fog lakozni. Ilyen kiváltság, csodálatos dolog. 4. vers. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemékről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Következő vers. Ímé mindent újjá teszek. Ez ott van az élet vízének az ígérete. Érdemes ezeken gondolkodni. Mikor nyomorultól érezzük magunkat, kezdjük el olvasgatni ezeket, annak ellenére ezeket a szép dolgokat. Nem érezzük magunkat oda valóknak, de Isten miközben olvashatunk, miközben ezekről gondolkodunk, át fogja alakítani mi gondolkodásmódunkat, ami akaratunkat, jellemünket igazán értékessé teszi. Ellenbárnak az írásai is milyen csodálatosak, a pátriárkák és próféták például az ős teremtésről, a régi világról,
aztán más írásait is érdemes. Jézusnak az életét, tetteit is érdemes, amikor felemelnek minket. Aztán még úgy, most így készültem még, és elgondolkodtam még egy szemponton, hogy milyen csodálatos Istenünk van, aki, ugye beszéltünk eddig a szeretetéről, most beszélhetünk egy kicsit, hogy milyen képességei is vannak. Ő a teremtő, ugye? Mit teremtett Isten? Teremtette a Földet, a világ mindenséget, és teremtett benne élő lényeket. Ha kicsit kimenjünk a természetbe, akkor látunk élő lényeket. Látunk virágokat, fákat, látunk csodálatos, annyira csodálatosak tudnak lenni azok, hogyha kicsit is kimegyünk, akkor megnézzük, hogy olyan harmónia van, olyan csodálatos, hogyha ott van egy mező például, és akkor az igen szép, persze a távolról nézzük, közelebbről nézzük, hú, nem ilyen szép. Ha csak ezt a kis szakaszát, hát milyen szín összhang van, annak a különböző színek, a formák, hát milyen csodálatosan meg van itt tervezve. Hát ki vetette oda, melyik ember tervezte meg? Semmelyik, ugye? Mégis ott van. A járókelőnek, aki azt mondja, hogy igen, én szeretnék kimenni a természetbe, Istennek a teremtett világát csodálni, annak Isten ajándékot ad, tessék, lásd meg az én művemet, és lásd meg az én szeretetemet, mert ezek szeretetből adattak nekünk. Ott vannak ugye az állatok is. Hát sokunknak, sokaknak vannak állataik, gyönyörködünk bennük, nem? Egy élőlény. Sokan tartanak kutyát, macskát, a legkülönböző állatokat. Hát igen, jó, persze, megetetjük, aztán persze, nem így vagyunk vele, nem azért tartjuk őket, ugye? Hogy legyen egy ugatós kutya, aki, hogyha jön egy valaki idegen, akkor megvédje a házat, hanem abban szoktunk gyönyörködni. Jaj, milyen aranyos, hát nézze, milyen arcú ki, ahogyan ott ezt csinálja, meg azt csinálja, meg milyen kedves, milyen ragaszkodó. Hát ki teremtette azt? Isten. Isten, aki gyönyörködik ezekben a dolgokban, a teremtésében. És Isten minket is megteremtett. Ugye kevésbé tette, kevesebbé magánál az embert. A milyen csodálatos kiváltság. Ugye fizikailag, lelkileg, képességeinkben, ha kicsit is magunkba gondolkodunk, nem a nyomorunkat nézzük, mert van belőle, itt fáj, ott fáj, a kategória, hanem az, hogy ki is vagyok, vagy ki is egy ember. Most megnézzük van egy ilyen kutató, aki mondja, hogy azt talán Pászkán, nem tudom pontosan, hogy ha megnézzük az egész élőlényt, és megyünk egyre jobban sejtszinten lefelé, akkor ez csak eltűnik belőle valami. Az úgymond összefogó, összetartó élet. Ami addig megvolt, ami jól működtette azokat a szerveket, a különböző, ugye jól, itt is tudunk élni, nézni, beszélni, járni, nagyon sok mindent tudunk, szeretni is tudunk. Olyan szervünk egyébként van, hogy szeretet? Olyan nincs. Mert azt mondjuk, hogy hát milyen jó szívű. A szívből fakad egyébként szeretet? Mégis ugye a hasonlatként ugye ez van a beszédben is, meg a Bibliában is, de ilyen szervünk nincsen, és mégis bennünk van, bennünk lehet. Ezt is Isten teremtette, tervezte meg. De miért lehet? Mert hogy is volt a teremtés, formálta az embert, és lehette bele, adta bele az ő lelkét, az életnek a leheletét. És adja belénk az ő szent lelkét, hogy nem csak képességeink legyenek, hanem szeretni is tudjunk, szolgálni is tudjunk. A lélek ajándékai, a lélek gyümölcse, ezek mind lehetnek a miénk, a mi kincsünk. Most ez a kérdés, hogy mikor esetleg úgy gondolkodunk rajta, hogy kik vagyunk, meg mik vagyunk, hogy értékesek vagyunk-e. Sokszor nekem jönnek ezek a dolgok, hogy hát igen, most így értékes vagyok én egyáltalán. Jönnek ezek a negatív gondolatok, és azt mondja Isten, hogy ő az én szemem fénye.
ő az, akiért az én életemet adtam. Ő az, aki és sorolja, hogy mennyire szeret minket Isten. Mennyire értékel minket. Éppen a mai reggeli ilyen gondolatok között van, hogy mennyire a kárhoztatás például egymásnak a lebecsülése. A legkevésbé becsült ember is Isten szemében olyan, mint az ő, mint egy legfontosabb teremtménye. Mert ő érte is az életét adja, ő is hasonlatos az Istenhez, pedig hát hányszor mondhatjuk valakiről, hogy hát ő. Szóval csodálatos tényleg Istennek, hogy az a szeretete, hogy mennyire becsül minket. És mennyire értékesek lehetünk, ez meg kimúlik. Leginkább rajtunk. Ugye? Miért? Mert ott van az a Jézusnak az a hasonlata Jelenések könyvében, amikor a megoldást adja Laodiceai levélben, annak az üzenet. Mi a megoldás? Jézus hol áll? Ajtón kívül. És mit tesz? Kopogtat. Halkan, de meghallhatóan. És mit mond? Aki meghallja az én szómat, és beenged, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Hát ugye ez a korabeli nyelvben ez a közösséget jelenti. Jézus bennünk akar lenni. Bennünk akar élni. Mert igazából akkor tudunk értékesek lenni, hogyha ez a cserépedényben, ami egyébként majdnem lesz cserépedény, az új földön már nem cserépedény lesz, abban Isten lakozik. Hát így gondolkodjunk el, hogy kik vagyunk, mennyire lehetünk értékesek, és azon is gondolkodjunk el, hogy mennyire becsüljük meg ezt, mind fizikailag, mind lelkileg, és mennyire szeretnénk ezt a kincset továbbadni. Ugyanis a kincs, most elgondolkodunk egy kicsit, még egy utolsó ilyen zárásként egy gondolat. Vannak ugye e világon, akik kincsgyűjtők. A kincsgyűjtők azok mit csinálnak? Gyűjti a kincseket? Hogyan? Maguknak. Maguknak. És mit csinálnak? Vigyáznak rájönnek nagyon. Esetleg megmutathatják, de biztonsági körülmények között nehogy véletlenül valaki elvegye tőlük. Miben különbözik ez a kincs, a miénk? Ez abban különbözik, ha minél többet megosztjuk másokkal, annál nagyobb lesz. Ugye? A hitünknek a próbára, a gyakorlása is egyre nagyobb hitet fog eredményezni. Tehát, hogyha a kincsünket megosztjuk másokkal, elmondjuk, milyen Istenünk van, milyen Istenük lehet nekik, a mi hitünk is erősödik, a mi bizalmunk, és másoknak is lesz kincsük, és ők is megosztják másokkal, tehát ez a kincs, minél jobban megosztjuk, annál több lesz, annál nagyobb lesz, nagyobb értékesebb. És vannak nagyon komoly figyelmeztetések, bátorítások erre vonatkozólag. Mikor azt mondhatjuk, hogy igen, cserépedény vagyok. Filippiek levél 4. fejezet, 4., 5. és 7. versét szeretném én záróként mondani. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel. Az Istennek békessége, békéje, ami minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Aláhúztam itt ezt a szíveiteket, meg a gondolataitokat. Isten fogja megőrizni, de az embernek nagyon fontos ilyen együttmunkálkodása van. Az embernek akarnia kell, gyakorolni kell, meg kell küzdeni azért, hogy Uram, most is akarom, hogy őrizd meg az én szívemet. Te meg tudod, de én akarom. Az én gondolataimat te őrizd meg. De ha én máson gondolkodom, akkor nehezen fogsz tudni velem bánni. Én akarom, Uram, hogy az én gondolataimat is őrizzed meg. Biztos volt nektek is már olyan, hogy jöttek mindenféle ilyen megterhelő gondolatok, stb. És odafordultatok Istenhez, hogy Istenem, segíts rajtam, mert én nem ezen akarok gondolkodni. Kérlek, medd el ezeket a mindenféle megterhelő gondolatokat. Istenem fogja és elveszi. És olyan csodálatos dolog. De az én akaratom, az kell hozzá.
Ha a kincsünkön gondolkodjunk, Istenünkön gondolkodjunk, és legyünk közösségben vele, hogy ő bennünk lakozhasson. A mi cserépedényünkben, de ez a cserépedény, ez egyszer majd romolhatatlan test lesz az új földön. Akkor is, és most is lehetőség van arra, hogy Isten bennünk lakozzon, és dicsőséges, értékes életet tudjunk élni. Amen.